Köszöntöm a nézőket, friss napszemlét láthatnak. Mutatjuk a fontosabb témákat. A polgármesteri jelöltség kapcsán küldött közlemény szerkesztőségünkben Nagy Zoltán alpolgármester. 50 diák ültetett lucfenyőket egy országos rekordkísérlet részeként 3500 csemetét ültettek el. Közel 9000 órányi közmunkát végeznek el azok, akik szociális segélyben részesülnek, vagy pénzbírságot dolgoznak le. Csak egyik mérkőzését tudta megnyerni az Inter Gyergyó, de így is őrzi harmadik helyét a futsal másodosztályban. Egyre többen érdeklődnek Nagy Zoltán alpolgármestertől polgármesteri jelöltsége kapcsán. Annak érdekében, hogy a helyzetét tisztázza, közleményt adott ki a kérdés kapcsán. Nagy Zoltán közleményében azt írja, a Magyar Polgári Párt felkérte, hogy vállalja a polgármesteri jelöltséget, ezzel kapcsolatosan azonban döntését a későbbiekben szeretné nyilvánosságra hozni. Úgy érzi, megtiszteltetés, de ugyanakkor nagy felelősség is az, hogy sokan őt szeretnék polgármesterként látni. Éppen ezért tartja fontosnak, hogy megfontoltan döntsön. Úgy gondolom, hogy bárki is lesz Gyergyószentmiklós polgármestere, egyik fő feladata az kell legyen, hogy megteremtse a testületen és a városon belüli egységet. Véget kell vetnie a széthúzásnak. Nem szeretnék csak az egyik vagy csak a másik párttal szimpatizálók polgármestere lenni. Én a Gyergyószentmiklósiak polgármestere akarok lenni, fogalmaz Nagy Zoltán. Úgy gondolja, hogy egy jól működő városban polgármester támogató tanácsra van szükség. Olyanra, amely valóban válvetve segítene a város szekerének tolásában. Olyanra, ahol a tanácsülések, munkatanácskozások nem egymásnak feszülések. Kifogásolja a gonoszkodást, az egyéni érdekek mindenáron való érvényesítését. A következő 4 évben nem csatározni, hanem dolgozni szeretne. Ehhez viszont közös munkára van szükség. Pontosan tudom, hogy mire vihetjük, ha együttműködünk. Azt is, hogy mit szalasztunk el, ha az eddigi stílusban zajlik majd a tanács tevékenysége, írja az alpolgármester. Nagy Zoltán leszögezi, voltak már egyeztetések más politikai szervezetek képviselőivel, ahol egyértelműen megfogalmazta azon kérését, hogy találják meg a közös utat. Ne valami vagy valaki ellen dolgozzanak, hanem valamiért, Gyergyószentmiklósért. Mindaddig, amíg esélyt látok arra, hogy megvalósítsunk egy példaértékű egységet, addig dolgozni fogok rajta, hogy létre is jöjjön az az egység, amire úgy érzem már nagyon régóta vár Gyergyószentmiklós. És akkor majd elindulhatunk együtt az úton, zárja gondolatmenetét az alpolgármester. A kormány megoldást próbál keresni a parlament által megemelt gyermekgondozási díj kifizetésére. Ígéri Dacian Csolos miniszterelnök szerinte azonban a gyermekvállalás serkentéséhez ennél jóval többre van szükség. A fiataloknak óvodákra, lakásokra van szükségük. Remélem, hogy a parlament emlékezni fog erre a témára a választási kampány elteltével is, hangsúlyozta a miniszterelnök. A képviselőház szerdán fogadta el azt a törvénytervezetet, amely értelmében 2 éven át kaphatja a korábbi fizetése 85%-ának megfelelő gyermekgondozási díjat minden gyeden levő kismama. A módosítás július 1-től lép hatályba, amennyiben Klaus Johannis államfő kihirdeti azt. Csomafalván ültettek fenyőcsemetéket a gyerekek az erdészet irányításával. Több mint 3500 lucfenyő került a földbe. Az esemény része egy országos rekordkísérletnek is. Rekordkísérlethez csatlakozott a Gyergyószentmiklósi Erdészeti Hivatal és a Csomafalvi Közbirtokosság. A Csomafalvi Általános Iskola 49 diákját vitték el csemetét ültetni a Halaspataki részen. A gyerekek sok mindent megtudhattak a fenyők fejlődéséről, a csemeték kineveléséről, az erdőgazdálkodásról. Csemetek erdőben, amikor elkezdik ezeket a csemetéket előállítani, először magot vetnek, 1 éven keresztül kell így gondozzák, és amikor 1 éve lejárt, akkor lesz egy körülbelül ilyesmi magasságú csemete, most attól függően, hogy milyen talajkörülmények között van, lehet egy picit nagyobb is. Lényeg az, hogy itten a csemetéknek a mérete, az, hogy most megfelelője egy iskolázásra vagy egy ültetésre, az a gyökfő vastagságtól függ. Na most az iskolázni való csemetéket, azoknak legalább 2 milliméteres gyökfője kell legyen az ilyen lucfenyő esetén.
akkor utána kiiskolázza, és még 2 évet kell gondozni. Gyomlálják, kapálják, majd 2 éve persze locsolják, mert ugye itt fontos az, hogy minél hamarabb el lehessen érni ezeket a méretbeli feltételeket azért, hogy lehessen küldetni, és majd utána van lehetőség arra, hogy gyakorlatilag 3 év, tehát 1 plusz 2 év után kikerül az erdő. És egy 3 éves csemete így ekkora méret. Most persze, hogyha jobb körülmények között tudod fejlődni, akkor lehet egy nagyobb is ennél. A rendezvényen több mint 80 személy vett részt összesen, a gyerekeket szakemberek is elkísérték. A nap folyamán 3550 lucfenyőcsemetét sikerült elültetniük. Kedden 9 és 17 óra között szünetel a vízszolgáltatás a Bucsin negyedben. A közüzem tájékoztatása szerint javítási munkálatokat végeznek a rendszeren, emiatt kénytelenek nélkülözni a lakók a vizet. Az érintettek megértését kérik. Ebben a hónapban közel 9000 órát kellene ledolgozzon az a 160 személy, aki szociális segélyben részesül. Egyesek 20, mások akár 115 munkaórát kötelesek a közjavára dolgozni a kapott támogatásért cserébe. Közterülettakarításban, hó- és jégmentesítésben, zöldövezett takarításban, idén munkákban vesznek részt azok, akik közhasznú munkára kötelesek. Két kategória köteles erre, a szociális segélyben részesülők, illetve azok, akik számára a bíróság pénzbírságot ítélt meg, de azt nem törlesztették, ezért a bírság összegét közhasznú munkává alakították. A közhasznú munkát végzők rendszerint zöldövezett takarítással, akár a famecésben való besegítéssel, szemétszedéssel, illetve sepregetéssel járulnak hozzá. Gyakorlatilag idény munkákban a közterület karbantartó egység munkáját segítik, de nyilvánvaló az, ahogyan már akár a lakosok is tapasztalhatták, hogy nem könnyű ezt a munkát követni, nem csak azért, mert ennyi ember, hanem azért, mert szakképzettség hiánya, és nagyon sok esetben a fegyelem hiánya is fennáll. Éppen ezért eléggé szigorú a munkakövetési rendszer, mégis az elmúlt időszakban a munkatárs a helyi rendőrség segítségét kérte, hiszen a szóbeli inzultusokon túl már tetlegességre fajult volna a dolog, és éppen azért, hogy a munkatársak testi épségét ne veszélyeztessék ezek a munkások, a helyi rendőrség segíti most a munkaszervezést. A kötelező közmunkaórák számát a szociális osztály követi. Adatbázisukban jelenleg 160 személy szerepel, akik kötelesek közhasznú munkát végezni. Közülük 7-en betegség miatt csak felét kell ledolgozzák a kiszabott óráknak. A szociális osztály listája szerint jelenleg 8779 órát kellene, hogy teljesítsen a 153 személy. Egyesek 20, mások akár 115 munkaórát. Aki nem teljesíti a kiszabott munkaórákat, az eleshet a juttatástól a következő hónapban. 153 olyan személy van jelen pillanatban, aki szociális támogatásért cserébe kell, hogy végezze ezt a munkát, és természetesen a megszabott hónapbeosztás szerint megvan, hogy melyik héten, melyik napokon kell, hogy jelentkezzenek, és amennyiben a kötelező sárga mellény viselete mellett az adott munkaórákat ténylegesen ledolgozták, abban az esetben a napjukat bejegyzik, és így gyűl össze apránként a megszabott munkaórák összszáma. Amennyiben ez a munkafelügyelő a nap folyamán úgy értékeli a város területét járva, hogy a reggel kiosztott munka helyszínén nem találhatók ott ezek a dolgozók, nem egyszer ez előfordul, illetve hogy a sárga mellényt nem viselik, és éppen koldulással vagy más hasonló tevékenységgel töltik el azt az időt, amit közmunkával kellene, hogy töltsenek, abban az esetben az a munkanapjuk nem szerepel bejegyezve, éppen ebből is adódik nagyon sok esetben a konfliktus. Hogy milyen munkálatokat kell elvégezniük a szociális segélyben részesülőknek, azt a helyi tanács szabja meg. A januárban elfogadott lista szerint idén is főleg közterület karbantartással lesznek megbízva ezek a személyek, szemetet szednek, hókotrásban segítenek, illetve a kertészet munkáját is segítik. Dolgoznak a 4-es kilométernél és a Gyilkostónál is, amikor arra szükség van, ezeken a helyeken is szemétszedést, takarítást végeznek. Újabb előadásra kerül sor Gyergyószentmiklóson a Kávéházi Előadások rendezvény sorozat keretén belül. Van irodalom a Harry Potteren túl is. Ez a címe dr. Tapodi Zsuzsa előadásának. A rendezvény holnap 18 órától kezdődik, helyszín pedig az Angels Café. A belépés ezúttal is ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Nagyon fellendült a romániai autópiac, egyre többen vásárolnak új autókat. A luxus és a prémium kategóriás gépkocsik eladása aránya pedig egyre feljebb ível.
A módosítást Dán Szucsú jelentette be a szerdai kormányülést követő sajtótájékoztatón. A kormány szóvivő hozzátette, idén az első autó programra szánt keretet 100 millió lejjel növelik a tavaly fel nem használt hányadból, és további könnyítésként az előleg befizetésének lehetősége is bővül. Az első autóprogram keretében megvásárolt gépkocsik esetében kedvezményes kamatban részesül az igénylő. Emellett további könnyítés, hogy összekapcsolták a roncsautóprogrammal. Vagyis az előleget, amit eddig készpénzben kellett fizetni, most akár egy roncsautóért kapott értékszelvénnyel is kifizetheti a vásárló. Az áprilisban induló roncsautóprogram 145 millió lejes kerettel gazdálkodik. A számítások szerint 20 ezer régi járművet lehet kivonni ennek alapján a forgalomból. További 75 millió lejt villanymotoros és hibrid járművek vásárlásának támogatására szánnak. Újabb 5 évre meghosszabbította a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem intézményi akkreditációját a Romániai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóság. A Sapientia időszakos felmérését 2015. decemberében végezte el egy 13 tagú szakértői bizottság, amelynek elnöke Gheorghe Grigorás, a jászvárosi Alexandru Ioan Cuza Egyetem professzora volt, tagjai pedig jeles hazai és külföldi professzorok, valamint az országos hallgatói szervezetek két képviselője. A bizottság a kolozsvári Marosvásárhelyi és csíkszeredai egyetemi helyszíneken tett háromnapos látogatása során a teljes intézmény minőségi felmérése mellett 5 alapképzési szakot is újraértékelt. Pablo Picasso grafikáiból és könyvillusztrációiból nyílt kiállítás Kolozsváron. A 20. századi emblematikus művészének alkotásait a Szépművészeti Múzeumnak otthont adó Bánfi palotában lehet megtekinteni. Mintegy 130 Picasso alkotást lehet megtekinteni Kolozsváron a Bánfi palota 5 termében. Láthatunk kortárs költök által ihletett grafikákat, valamint sajátosan ábrázolt bikaviadalokat is, de nem marad el a közismert békegalamb sem. Picasso grafikai munkássága is elégséges ahhoz, hogy az egyetemes művészet nagy alkotói közé sorolhassuk. Így a kiállítás egyszerre szintézis és analízis. Átfogó képet nyújt a művész 1945 és 60 közötti alkotói korszakáról. A gyűjtemény tulajdonosa a megnyitón úgy fogalmazott, Picasso alkotásai tükröt tartottak a 20. század eseményeinek. His contemporaries, everybody know him. Valamennyi kortársa ismerte őt, a családi életekre is nagy hatással volt, mivel nagyon sokszor elvált, sok szerelmi ügye volt, másrészt az életstílusa, a munkamenete és mindennek a felfordítása, az, hogy nem figyelt az idő múlását, amikor dolgozott, akár egy nappallá téve alkotott, ez egy olyan dolog, amit tőle vettünk át. A Que Viva Picasso című kiállítást május 1-ig lehet megtekinteni a Szépművészeti Múzeumban. Sikerrel pályázott a Hargita megyéért egyesület, a magyarországi Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-nél egy Hargita megyei kisrepülőtér megvalósíthatósági előtanulmányának elkészítésére, közölte hétfőn a megyei önkormányzat sajtóirodája. Borbély Csaba korábban elmondta, egy nagyobb nemzetközi forgalmú és két kisebb reptér megvalósítását terveznék Hargita megyében. A tanácselnök több alkalommal kijelentette, hogy a megye első számú reptere számára Csík-Csicsót tartja a legmegfelelőbb helyszínnek. Az Inter Gyergyó látta vendégül az országos futsalbajnokság második osztályában szereplő csapatokat az elmúlt hétvégén. A gyergyói teremfocisok két kemény ellenféllel néztek szembe, a mérleg pedig egy győzelem és egy vereség. Szombaton délután a Piatra Nyamci Csákleul volt az Inter ellenfele. A bajnoki fordulót megelőzően a két csapat között csupán 3 pont különbség volt, tehát mindenképpen gyergyói győzelem kellett a rájátszást érő hely megőrzéséhez. Az első találatot ehhez képest a piátraiak érték el, amire rövid időn belül érkezett az Interes válasz, majd újabb gyergyói találat növelte a mieink előnyét. A félidei 2-1-es eredmény után a második játék részben újabb 4 gyergyói gól született, az Inter így 6-1 arányban múlt a felülmoldvai ellenfelét. A második játéknap Székely rangadót hozott, az Inter gyergyó ugyanis a csíkszeredai Imperial Vettel nézett szembe. Az első félidő igencsak kiegyensúlyozott játékot adott, olyannyira, hogy találatot egyik oldalon sem jegyeztek.
A második félidőben tovább fokozódott a harc, a gyergyóiak pedig Péter góljával vezetést szereztek. Az öröm nem tartott sokáig, mivel kigyűlt a gyergyóiak hat hibája, Gliga kisbüntetője pedig a hálóban kötött ki. Az Inter vészkapusos taktikára váltott, azonban gólt így is a szeredaiak szereztek, a vége előtt pedig újabb kisbüntetővel növelték előnyüket, 4-1-re nyerve a mérkőzést. A megyeszékei csapat egyébként most már az alapszakasz győztese, második helyen a Galaxy United második csapata áll 32 ponttal, az Inter Gyergyó harmadik a maga 28 pontjával, a negyedik helyen pedig a Buzaui Lucsáförül van ugyancsak 28 ponttal. Az alapszakasz utolsó két mérkőzését Buzauban játsszák a csapatok, ott legalább egy mérkőzést meg kell nyernie az Internek, hogy majd Segesváron az első helyek valamelyikéért harcba szállhasson. Megvédte bajnoki címét Galac. Hosszabbítást követően 4-3-as vereséget szenvedett a Csíkszeredai Sportklub a román bajnoki döntő 6. összecsapásán a Galaci Dunărea vendégeként. Az első harmadban 0-0 volt az állás, a második játékrész a hazai csapat egy gólos előnyével ért véget, majd a rendes játékidő döntetlennel zárult, 3-3 volt az állás. Emberelőnyt hagyott kihasználatlanul a csíki csapat, az ellenfél viszont ki tudta használni hasonló lehetőségét, és belőtte a győztes gólt. Így Galac megnyerte a párharcot, és megvédte bajnoki címét. Lássuk még egyszer, mi mindenről számoltunk be ma nézőinknek. A polgármesteri jelöltség kapcsán küldött közlemény szerkesztőségünkben Nagy Zoltán alpolgármester. 50 diák ültetett lucfenyőket egy országos rekordkísérlet részeként, 3500 csemetét ültettek el. Közel 9000 órányi közmunkát végeznek el azok, akik szociális segélyben részesülnek vagy pénzbírságot dolgoznak le. Csak egyik mérkőzését tudta megnyerni az Inter Gyergyó, de így is őrzi harmadik helyét a futsal másodosztályban. Ez volt a napszemle, köszönöm figyelmüket, várom önöket holnap is a szokott időben, viszontlátásra!